A román határrendőrség 2004 óta figyel fokozottabban a drogkereskedés visszaszorítására. Az ország Európai Uniós csatlakozása után a román és magyar határrendőrök közösen ellenőrzik a gyanús szállítmányokat. 2004 óta Románia legnagyobb nyugati kapujánál mintegy 150 kg heroin foglaltak le, kisebb mértékben hasist és LSD-t. Traficul și consumul de droguri este un fenomen infracțional transfrontalier care a fost important în perioada premergătoare revoluției și care a suferit mai multe mutații, în așa fel încât România, din țară de tranzit, a devenit o țară depozit și chiar țară producătoare. 2006-ban 11 esetet lepleztek le a román határrendőrök, köztük több nemzetközi hálózatot is. Egy Törökországból Hamburgba tartó mikrobuszban 30 kg heroin foglaltak le a Bors Ártánt határátkelőnél. Számos drogfogyasztót is lefüleltek. Doi cetățeni români au încercat să introducă în România un număr de 56 de flacoane de metadonă care erau ascunse într-un fund dublu a unui geamantan. Această metadonă s-a constatat ulterior că era pentru consum propriu. A drogfajtákat, a megelőzést és különféle statisztikákat is tartalmazó országos premiernek számító könyv elsősorban a határrendőrök számára hasznos olvasmány.